paratlan villamos vagyok, nyugdíjas villamos. Hát élem a villamosok mindennapi életét. A hétfő azzal szokott kezdeni, hogy befogás. Ha lehet, elég sokat el szoktam járni. Azt nem, mert egy mozgás az kell. Aztán persze van saját felesem. Hasonló korba nem élnek az emberek. A legtöbben nem ismernek. Nem igazán van leplezni való fájdalom. Aratos villamos, nyugdíjas villamos, 70 évesen lett villamos, miután azzal szembesült, hogy az egész világon az nem nevet, ő végül a helyzet élére állt, és azóta szerepelt az ilyen. Itt a sorozat. Terültetett a mosoly. Hát ez egy doktoros sorozat, ez egy üzletemberes sorozat, ez egy doktoros sorozat, ez egy üzletemberes sorozat. Betettem sűrni, amivel viszont akkor nem számoltam, hogy egy ijesztő, egy sokkoló az arcom. Buzi náci vagyok, buzi ruhát adtak rám. Az elején minden volt. Az én, hát a Hyde Painter Herald névvel és az én buzin fényképemmel hamis profilként csinált valaki náci oldalt, Facebookos csoportot. Fölvállaltam teljes melszélességgel, hogy igen, én náci vagyok. A végén kiposztoltam egy orosz közösségi oldalra egy fényképet magamról azzal egy cédulával, hogy nem élek. Tehát gyakorlatilag minden olyan buzi ruhát, amit Magyarországon használtak, vagy megvásárolható volt, azokat mi különböző szempontok szerint megvizsgáltuk. Kétségbe esett, hogyha ki kell állni emberek közé. Kimentem Németországba megvenni Amerikát. Mire kiértem, eladták. Sokszor van, hogyha fiú párba vannak, akkor általában a fiúk a félénkebbek. Többen megkérdezték már, hogy megbántam-e, de azt kell, hogy mondjam, végső soron nagyon megbántam az életem. A kollégák, ők kivétel nélkül mind buzik, és azt mondják, hogy büszkék arra, hogy egy híres buzi lett az én személyembe.